Sziasztok, Gage vagyok, ez a Scorpius.hu csatorna, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok ezzel a Beast Master Hunterrel befogni pár Spirit Beastet, párat, jó lesz, ha egyet be tudok fogni, és ehhez el kell mennünk majd Northrendre, ugyanis Northrenden 4 Spirit Beast van. Úgyhogy remélem, hogy legalább az egyiket megtaláljuk. Plusz ugye mellette itt van ez a Kágberszervant. És majd, hogyha nagyon fél lesz a cucc, akkor lehet, hogy megcsináljuk ezt a questet. I am reluctant to interrupt such important work, but I could use your help in a matter of diplomacy. I fear I am about to anger an old friend. Dalaran has been repositioned to defend the Eastern Kingdoms. Yeah, Dalaran, just above Karazhan. Van itt valahol blablabla stable master. Na. Ja, ez a szokásos dunszél. Have a good one. És kéne találnom egy stable mastert. Csak nem emlékszem, hogy hol van stable master itt. Hol van Stormwind, vajon Stable Master? Ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy a parkban van. Egyébként említettem videólogban, ugye a YouTube csatornámon, hogy lesz egy test stream, ami direkt Twitch-re megy. Na most ez itt az. Tehát ez direkt Gamecasterrel van csinálva, és ez csak Twitch-re megy ez a stream. Majd szerintem lesz valami. Airponism Trainer, nem. Stable Master. Mondtam, hogy van egy Stable Master. Vagy. Ó, van még hely. Ó, van még itt bőven hely. Hát szerintem a... szerintem a Stomper marad nálunk. Kik vannak itt? Van Warp Stalkerm is. River Beast, ez is valami exotic pet. Egyébként ez az a macska, ami gyönyörű és nagyon tetszik nekem. Ugye ezzel a izével, csíkosságával. Na mindegy, pakoljuk be az embereket. Sőt, nem is, szerintem csak a Smolderos fog nálam maradni. Úgy. Még hozzá azért marad nálam Smolderos, mert neki van haste. Igen. Tehát neki van haste buffja, és azzal egész jól meg lehet. Tehát azzal fel lehet gyorsítani a témelést. Jó, nyilván először találjunk egy izét. Azon gondolkodok én egyébként, hogy megvan a Cold Weather Flying ennek a karakternek. Nem, akkor... Nem, ez a map. Bla bla bla, hol lehet ezt megnézni? Reputation. Az nem. Currency megint nem. Hát ez nem sokat ér az a netásár. Hol a spellbookom? B. Csak egy fishing cooking first aid. Generálva kéne, hogy legyen. Cold Weather Flying megvan. Jó. Ez volt a lényeg. És azon gondolkodok, hogy Pandariára kéne menni, vagy nem, szerintem át kell menni de Pandariát meg skippeltem úgy, ahogy van. Az meg lehet, hogy bukta lesz. Ugye ez a karakter, ez 77-en kapta meg a level 90-es karakter boostot, és úgy lett felhozva
és ugyanúgy csináltam meg ugye 90-ről 100-ra a vodot. Úgyhogy... ja, ez ilyen. Úgyhogy elmegyünk, most egy kicsit Menethil Harborba. El kell menni Menethilbe. Kíváncsi vagyok egyébként, ha már itt Stormwindet helyre állították, például Menethil Harborban a Flood eltűnt. Ez itt mi? Ez eddig nem volt. Ez valami deszkúdos cucc. De... paszpiros, hogy az ott mi. Egy menet közben le lehet ugrani? Sok értelmét nem látom. Egyébként akartam felrakni addonokat, felraktam ezt az új körzappot, vagy curse clientet. De hát kezdjük ott, hogy nem látja, hogy fel van téve a WoW. Én ettől fogva nem tudok fel addonokat installálni. Tehát ilyen... Pedig egy NPC scan nem lett volna hülyeség, hogy lássam a izéket. Ez a Starstorms meg mindig jól néz ki. Tehát... nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd használható így, mennyire fog megtalálni Spirit Beast-eket. Itt van mellettem a telefon, azon látom, hogy hol vannak a spellpointok, pontok, de majd meglátjuk. Hát először éljünk át Northrendre. Hiába Engineer a karakter, nincs meg neki a izé, nincs meg neki a Northrendes wormhole, de nem tudok wormhole-ozni. Csak azért nem mentem egyébként Pandariára. Bla bla bla. Egyáltalán az a neve a kontinensnek, szerintem igen. Igen, Pandariára. Mert... ott van egy Invasion, Westfallban. És akkor kettő meg Kalimdorban van. Nem egy van csak, ja de... Ortán Baranzban megtanulizva. Szóval azért nem mentem át oda, mert az overlay-t kell váltani. Mindegy, megnézzük. Hogy lehet, hogy nincsenek meg a flypointok, anélkül meg egy kicsit necces eljutni a Shrine of Seven Stars-ban, mert ugye onnantól fogva meg át lehetett volna teleportálni Dalaranba, és Dalaranból elérhető lenne gyakorlatilag az összes. Bomber. Mostanában csinálni. Nem tudom, miért kölgök ennyire. Nem, itt nem csinálták meg. De ahogy nézem, a Northrendesen jó, legalább nem most indult el. Ja de. Bazd meg. Bár elnézést. Az ott a Northrendes hajó. Szerintem nem fogom utolérni.
Főleg, hogy csak lassú repülő monton van. Hát ez nagyszerű. No. Szóval azért ő van velem, mert van neki egy ilyenje, hogy blablabla. Ancient Hysteria. És ugye ezt ha elnyomja, akkor 40 szekig 30% hesztet ad. Na hát ez a hajó jól elment. Mert csapjuk el addig az időt. Szerintem addig mutogatok nektek beteket. Ugye ez az a hajó, ami nekem kell. Holling Fjord király. Tehát. Collections, Bad Journal. Zeradár, hát ez mi? Ja, persze. Ez a StarCraft 2 Legacy of the Void-os Collector's Edition-es pet. Ő. Ez a... Hoppá, na mindegy, így is látszik ez a Zeradár. De mi az, ami még ilyen... Monkey Hatchling. De hát ő már régen is megvolt. Ugye ő meg... mert nem engedi szumonolni. Monkey Hatchlingot miért nem engedi megidézni? Na mindegy. Battle.net-es pet. Hol vagy? Hová idézte meg? Ja, meg én idézte meg. Ő piát ad nekünk. Még hozzá. Mit ad ő nekünk? Aranyos. Na mindegy, valami piát adott nekünk. Blaby Wizard Bear. Ez valamelyik... Valamelyik vovos szülinapra jött, ha jól emlékszem. Bearling, ez a StarCraft 2, hát a Starmos kispet. Ő ahhoz volt. Mi az, ami még ilyen... Cenarion Hatchling. Azt hiszem, ő is Battle.net-es pet, igen. Cenarion Hatchling. Ő is a shopból van. Csitekel, nem chicken. Cinder Kitten, ő is. Ő egyébként nekem nagyon tetszik. Ő is a Battle.net-es shopból vettem. Ugye régen, amikor aktívan voltam, akkor gyakorlatilag mindent megvettem. Corhand Pup. Corhand Pup, az a Battle.net autentikát rare van. Nagy Corhand, kis Corhand. Ugye ő néha előes csontot a földből, meg ilyenek, tök cuki. Aztán Dark Phoenix Hatchling, ez ugye Gildes Achievementért jár. Ha jól, igen, ő Gildes Achievementért járt. Hát én nem tudom honnan van, ő se. Frosty. Ő a Wrath of the Lich King Collector's Edition-höz van. Vagy kaptam őt. Ezt a kis petet. Ahol a faszom van már a hajó közben. Na mindegy, legalább mutogatok. Gazruki. Ő izéből van.
Zuguruból van. Zuguruból esett. Griffon Hatchling, ő a izéhez volt. Ő a plüss griffhez van. Pillanat, plüss griffet meg is mutatom. Vagyok, csak felszállok a hajóra. Úgyni. Szóval ez a Griffon Hatchling, hol vagy? Ott. Ő hozzá volt. Ott ugye a Batman Edge Shop-ból rendelt plüss. És velem van már jó régóta. Kis kabala. Gyerek kicsit összenyálaszt, ahogy látom. Szóval a Griffon Hatchling az hozzá volt. Guardian Cab, ez megint Battle.net-es pet. Ugye ő együtt letett véve a Winged Gardennel egy úgymond egy ilyen battle-ben volt. Így az nem tudom. Lil Deathwing, ő ugye a Cataclysm Corrector Editionhez van. És akkor mik vannak még itt. De a többit majd szerintem folytatom. Csépen várakozunk, vagy valami. Nincs mindjárt tölteni fog. A Lilkáté, Rignarnalos, LilXT, ők mind Battle.net Show-ból vásárolt petek. Quillenkább ez a Pandaren, Mist of Pandaria. Mist of Pandariának a Collector Edition-jához volt. Ez a Quillenkab. És aranyos. Aztán ugye mutatom a többit. Ugye amit körben megy a hajó, az még legalább 10 perc. Jó, annyi nem, de hát mindenkit egy izére rakott. Ebbe se töltötte, jól van. Na, töltsél már be, ember, úgy. Hol tartottunk? De nem, collectionsbe volt, úgy. Minitor. Ő a Shima izé volt. A Minitor, ez a Shima Starcraft 2-nek a Collector's Edition-jához volt. A Molten Corgi, ő azt hiszem a 10 éves szüli napjára volt a Bobnak. Ő is nagyon cuki. Akkor... mennyi Munkin Hatchlingon van? Ebből az egyik az biztos, hogy izé volt. Biztos, hogy Battle.net-es. Mr. Chili. Ő is valami születésnapra volt. Valamelyik Favos szüli napra volt. Hát ez nem tudom. Onyxian Belpling ugye Onyxiából esett. Pandaren Monk szintén Battle.net-es. Ez egyébként cuki. Mert ha azt mondod, hogy Perbao, akkor ő is meghajlik. És mi az, ami még ilyen úgymond Sinister Skashling, ez a izéből van, ez a Halloween eventes. Soul of the Aspects, ez ugye megint izés, Battle.net shopból van. Volpent Ringer, ez izéből van. Ugye a Sörfesztiválról, Brewfestről. És akkor az Andalari cuccok, ezek meg a Ombasztából estek. Ez a Work, ez pedig Black Road Deepsből van.
a régi BRD-ből van. Úgyhogy nagyjából ennyi. Na gondolom mindenki rombá unta már magát. Úgyhogy keressünk a Flight Master-t. És menjünk el Amber Pine Lodge-ba. Ott lesz az első Spirit Beast. Na, hol van az én? Lesz a pas. Ja, itt van, jó van. Akkor Amber Pine Lodge a kezdés. Rögtön van egy spirit bear rögtön Amber Pine Lodge alatt. Ők mondjuk egyébként a spirit beastekkel az a baj, hogy ugye ritkán spannolnak, és még mellé ugye achievement is jár értük, hogy is valami meta achievement a része, ahogy hogy befogd őket, vagy hogy megöld őket. Pont ezért ugye itt minden guide-ban azt mondták, hogy azzal kezd, hogy lőj bele egyet a Spirit Beast-be, és csak utána kezd el témálni, mert különben nem kapja, mert hogyha te már belelőttél, akkor tiéd a tag, és akkor ugye ők már nem kapják meg értelmileg az achievement-et. Gyakorlatilag meg majd kiderül. Hát ez most ilyen csillezős, repülgetős live lesz. Na mindjárt odaérünk, és akkor megnézzük, hogy a maci éle. Ha nem, akkor tovább lehet menni Zuldragba. Ott van egy Zuldragba, ha jól emlékszem, ott egy Spirit Cat van. Akkor Storm Peaks-be egy Spirit Wolf, vagy hát Coyote-nak hívják. És akkor még Solazar Bazinban van megint egy macska, ami Spirit Beast. Ezért lenne jó, hogyha szerencsétlen Curse Client-tel föl lehetne tenni az addonokat. Mert akkor ugye akkor az NPC scan azonnal jelezne, hogyha látná a Spirit Beast-et. Na szóval, ő elvileg itt van valahol. Itt a folyónál. Hogy nézzem meg a mappot. Ugye a mapp alapján be tudom lőni. Aha, itt a folyó mentén van. Ott valahol a folyóparton. Nem kell. Tehát itt van valahol. Ha van. Nem, ők sima grizzlik. És köztük kéne, hogy legyen a szellem maci valahol, ha van, csak hát ugye ez is itt mászkál. Jó, 90-es. Még egy Hunter. Sok az esélyünk. Meg egy rúzs megöli őket. Tehát itt van. Valahol, ha van. Hát ezt kobáltat nem tudom leszedni, mert nem a várlokkal vagyok.
Aha, egy, kettő, három. Hát... itt van egyébként, tehát itt kéne lenni a szigeteknél. Csak hát főleg, hogyha az a rúgó kinyírja. Akkor lesz jó. Hát tudjuk, hogy itt van. Legalábbis jó helyen van. Hát akkor menjünk tovább. Reméljük összejön valakinek. A három közül. És akkor tovább kéne menni Zimtorgába. Ott lesz elvileg a macska. Az jó lesz egyébként. Jó lesz egyébként, hogyha például ott is kempelik. Így baszki. Nincs még felfedezve. Itt valahol itt van egy vonal, és annak a mentén kéne, hogy legyen. Mondom, hogyha egyet se találunk, akkor elmegyek, megcsinálom azért a Legion küldetést. Amit most kaptunk, azt a Calling the Council-t. Ugye lehet nagyon jól szopatni egymást. Ezek szerint még 77-es sem volt a Hunter. 74-es biztos, hogy volt, mert 74-essel lehet... ez a... mit tudom én, micsoda. Ez olyan, mint az Ebon Hold a DKK. Szóval 77-es... 74-es biztos, hogy voltam, mert úgy fogtam be a nálam lévő Corehoundot. Tehát 70, valószínűleg a kezdő területeket csináltam meg. De úgy emlékeztem, hogy 77-ig eljutottam. Az Agent Stand, és nekem a Zimtorga kell. Elvileg ott van. Hát az Arcturus nem lesz meg. Azt mondták, hogy elvileg ezt a macskát a legkönnyebb megfogni. Mert hogy ez volt az első Spirit Beast, amiben volt a játékban, és ugye miért nem mindenkinek megvan, hát szeretném, ha nekem is meg lenne. Ez az igazság. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elvileg itt ezeknél azért ránézek, de elvileg ott kéne lennie. Hol van? Azt mondja, hogy Huntress and the Hunted. Jó, ezt most újra betölti. De emlékeim szerint ott kell lennie. Vagy kéne lennie, ha van. Na, üljél be középre akkor úgy. Elvileg itt kéne mászkálnia neki. Mi ez a Montort Gráter?
Pedig itt mutatja elvileg a fal tövébe. Aztán lehet, hogy egy fallal lejjebb. Majd meglátjuk. Itt vannak elvileg a szpalpontjai. Ez az Arcturus-szel az a baj, hogy azon az egyetlen egy helyen jelenik meg. Nice power. Ahogy itt jó helyen járunk. Itt kéne erre felé lennie. Az altárok környékén. És hát az altárok. Lefordítom magyarra az altárt. Na, nézzünk rá a telefonra. Lehet, hogy tényleg az egy jelentőbbi vonalnál kéne, hogy legyen. Jajjajjaj. Ez a Stormpeak-es. Saber Tiger. Nem, az Anka az nem jó. Gondrida. Aha. Jajaja. A két oltárnál lehet, szóval nem itt van. Szóval itt lehet. Itt lehet. Igen. A Zimtorga alatt lehet. Valahol. Mi, hogy, mi, merre? Itt Zimtorga alatt lehet. Meg még ott lent. Jó. Megnézzük még egyszer. Hogy pontosan hol lehet. Tehát egyszer itt, egyszer itt. Vagyis hát így itt ezen a vonalon. Jajaj, nem megyünk a földön. Bár mondjuk 77-esek vannak, én meg 100-as vagyok, úgyhogy annyira nem lesz baj. Na most lenne jó, az a rohadék NPC-scan. Mutatná a mindenféle NPC-t. Zimruk. Aha, itt meg van valaki. Tehát ha volt is, akkor valószínűleg megölték, ha itt volt. Nem ide föntre mutatta, hanem lentre mutatta. Az túl nagy szintű nekem. Én pet battle-ök annyira nem izgattak soha. És tiki warriorok. Ez is jó pofa volt egyébként itt ez a izé. Ez a rész. Na jó, akkor nézzük meg Zimtorga alatt. Mutatja. Ja, hát onnan nehéz lesz tovább repülni, igen. Úgy, arra felé mutatja. Zimtorga alatt közvetlenül. Igen, ide mutogatja. Erre felé. Na egyébként így néz ki a Leopard, ami hogy hívják, van.
ami Salazar Basinben van. Pontosan így néz ki. Igen, tehát ez az a modell, amit keresek, de ezek nem témelhetők elvileg, mert ezek szellemek. És még ide mutatta a szélére, hogy még itt lehetnek. Hát azért nehéz az NPC-szken nélkül. Igen, és akkor így itt végig a mentén. Oszlaupárd, az nem. Ice Power, nem. Frostlaupárd. Ez is ilyen Frostlaupárd. Azt akarom megnézni egyébként egyáltalán, hogy néz ki. Tehát... Gondria. Aha, pont ide írja az egyik spawn pontot, ahol vagyok. Szóval erre a macskára írta azt, hogy ez a easiest. Aha. Menjünk még egy kört hátha. Örülnék, neked sikerülne megtalálni, de hát még vannak helyek, ahol lehet. Ez a baj, hogy a spawn pontja megvan, de hát onnantól fogva, hogy akárhova elsétálhat. Az meg annyira nem jó. Nézzünk az oltár körül, de nem. Nézzük a következő helyet. Zintorga alatt.
elég erre. Egy biztos nem lesz. Igen, ide. Ide mutatja, de hát itt meg izét se látok. Jó, hát van egy darab Frost Leopard. 2-3. Tehát itt lenne köztük, ha lenne. Igazából árulkodó, mert a neutrálok általában a Spirit Beast-ek. Ezért megjelenik egy sárga pötty. Azért úgy általában abból ki lehet találni, hogy ez Spirit Beast. Általában. Itt meg ugye ide mutatja a spam pointot. De itt nincsen senki. Jó, és akkor még a lépcső másik oldalára mutatott a spam pointot. Csak hogy biztos, ami biztos, nézzük meg még egyszer. Hogy nehogy az legyen, hogy itt hagyjuk. Hát, eddig kettőből kettő fél. Ja, itt meg a Tiki Warriorok vannak. Ja, hát akkor vegyük az irányt a legközelebbi Flight Point felé. Oda föntre. Így, és akkor el kell menni nem Ice Crown-ba, hanem mi is az. Ugye erre szembe jut. Storm Peak. Storm Peak-be föl kell menni, igen. Van valami kis tábor, azt hiszem, és itt vannak a... igen. Ha nem csaltak az emlékeim, igen, a Dubra Jin, igen. Na és akkor megnézzük a Coyote-ot, hogy pontosan hová kell érte menni. Hogyha az esetleg meg lenne. Azt mondja, hogy Wolf. Void Wolf. Ez a level 90-es, azt tudjuk. Nem, akkor Coyote. Lightning Wolf. Score level 80-as, igen. Jó. Nagyjából tudom, hogy hova kell menni. Csak kérdés, hogy Flight Point is van ott környékén. Jó lesz a K3. Oda átmegyünk. Raptort nem akarok befogni. Na most ez a Lightning Wolf, meg az lesz a baj, hogy ezt meg mindenki meg akarja fogni. Jó, igazából ez csak egy kísérlet, hogy találják Spirit Beast-et, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy ez úgy nem fog menni. Csak gondoltam, mert ezért kipróbálom. És visszajön Zintorgába, és onnan megy át K3-ba. Nagyszerű. Ennyire jöttem volna ide is.
Ha most nem találunk semmit, akkor a legközelebbi próbálkozásnál már fel fogom tenni az NPC scant. Meg az overlay-ét is, hogy lássuk, hogy miről van szó. Ez a izé, Battle Arena. Úristen, már 45 perc, a szarakodok azzal, hogy Spirit Beast-et keresek. Most ha vagyok normális, na mindegy. Agent Stand. Aha, gyakorlatilag körbe megyünk Zuldrakon, és csak utána megyünk el. Egyszerű lett volna, hogy Storm Peak széléről átizélek, Griffel átmászkálok. Egyszerű. Nem látszik semmi. Azt mondja, hogy... Mutasd ezt a térképet. Fölött jó van. Valam. Na, még mindig nem értem ezt a Storm Peaks-ba. Istenem. Nyíj, ott van dalarom. Az ám bocsi, hogy ez ilyen uncsi, ilyen repkedés jobbra-balra, de hát nagyon más, hogy nem tudod megoldani. Na, rakjál már le. Sok volt a repkedés, úgy látom. Tehát egy pont itt van fönn. Gondolom fenn a village-ben van egy spam pontja. Gondolom én. Kicsit, hogy betöltse az embereket. Na most egészen pontosan ideírja az egyik spam pointot. Elméletileg. Nem. Nem ide. Ide. Brünnheider Village-nél. Jó. Így az, az még feljebb van. Nagyszerű. Ja, annyira nincs. Jól van. Szóval ide írja. De hát itt így mégis hol. Ben valamelyik házba vagy? Csak így itt mászkál. Azt hittem az van megölve, mert mondom, akkor kardomba dőlök. 78-as human merlock. Kíváncsiak, válaszol egyáltalán.
valószínű, hogy fog. Egészen pontos és precíz legyek, akkor ide mutatja a spam pontját. Tehát fönn az erdőbe. Kétlen. Hát itt álló a PC-t kellett volna idehozni, megnézni, hogy most mi van. Az valami orr. Az nem az lesz. Igen, ezek a... hogy hívják? Tehát egészen teljesen pontosan ide írja a spam pointot. Itt vannak a potodrék tojások. Nem hiszem, hogy itt. Itt a barlang bejárata. Benne a barlangban esetleg. De nem hiszem. Én elég sokat questeltem, akkor összefutottam volna. Meg hát nem is abban az irányban megy. Jó, hát nézzük a következő pontot. Következő pont. Repülni a hegynek. Azokat meg ide írja. Ide ír két spam pointot. Úgyhogy majd meglátjuk. És az se jön össze, akkor még van Solezerbezin. És az se jött össze, akkor meg megcsináljuk ezt a izét. Calling of the Council Quest, ez állítólag negyed óra. Ja, a hatchlingot nyírták ki. Na, lássuk. Igen, sárgák most ezek. Stormcrest hatchlingek. Ja, igen. Hát az maga izé. Nem, ennél visszább. Itt írta a spam pointot.
Itt kéne lennie valahol. Ha lenne. Saronite-el milyen ölés volt annó. Nézzük meg pontosan hol van. Ó, erre bezártam, az van. Aha. Itt már nagyon odébb vagyok. Tehát a folyóra írta. És még hozzá ide. Tehát akkor itt lenne, ha lenne. Gondolom én a tövébe. Stonecrest hatchlingek, azok nem. Nem nyert. A Frosthold, ez meg azt hiszem az alistából. Régen jártam Northrend-en. És Frosthold meg itt van a fönn, gondolom én akkor. Igen. Ja, igen, igen, emlékszem. A másik pont, meg a Temple Store-nak a fönti felén van. Tehát ott valahol. Ajaj. Szóval ilyenkor lehet látni, hogy a WoW azért eléggé timeshink tud lenni. De még mindig izgalmasabb ez, mint mondjuk az Archaeology leveling. Maradjunk annyiban. Megvagyunk. Snowdrift Plants. Itten kellene valahol lennie, de nincs. Ezt hozzá kell tenni, hogy azért ezek elég ritkák. Tehát legalább annyira ritkák, mint ugye mondjuk a... mint a rare-ek. Tehát azok a izék. Itt valami barlang. Barlangnál jelöli. Aha, ott van. Százas morgánrugó. Aha. Hát itt aztán lehet, hogy ezzel van. Jó, hát akkor ez is fél. Megvárjuk, hogy válaszol egyáltalán. Lehet, szerintem ahol lehetett, ott megnéztem. Látszódnia kellett volna. Úgy, és akkor jön Salazar Basin. Jó, itt vannak ezek a izé.
ők védik a izét, ezt a települést itt. Mi azok meg már Ulduar. Rival, Salazar Basinben meg ez az egyetlen flight point van, tehát ott nagyon nem kell gondolkodni. Egyébként a Salazar Basin-es macska a legszebb. Azt mondja, hogy Spirit Cat. Leopárd, jobban mondom, bocsánat. Hát itt meg gyakorlatilag körbe kell repülni Salazar szélén, ahogy nézem. Ugye ez a izé, Agent Tournament, hirtelen nem értettem mi ez a izé. De esetre a másra nem arra jó ez az egész, hogy felenevítsem a Northrend-es emlékeket. Mint ugye az viszonylag sok időt, hogy repkedek jobbra-balra, meg ugye a griffezés is elmegy vele 10 perc. Ez a kőfejtő is insta egyébként. ICC vagy a Wrath végén megjelent insták egyike. Sem vagyunk ahhoz, hogy belássak. Ice Crown. Hú, az ott jól néz ki. Az igazság, hogy ezzel a karakterrel aztán nagyon sok mindenki maradt. Ugye sokáig, nagyon-nagyon sokáig a lock volt a mainem, és ugye amikor a bot kijött, akkor váltottam a Hunterre. Illetve Pandári alatt meg nem a lock volt a mainem, hanem a druida. De ugye a Pandári, Mist of Pandaria megjelenéséig a lockkal játszottam. A Pandáriában druidáztam, és akkor a botban pedig ugye a Hunter. Egyébként ez a Salazar Basin szerintem Northrend-en a legszebb terület. Kalimdorom meg Ungoro. Az, ami nagyon szép volt. Meg Winter Spring is. Most az Easter Kingdom az nem is tudok olyan hű, de nagyon szép helyet mondani hirtelenjében.
Hát azért az maradjunk annyiban, hogy ez a küldetés, hogy Spirit Beast-et fogjak, az NPC overlay nélkül ez... Ha, szépen néz ki ez a izé. A szivárvány. Király. Nagyszerű. Rohadtul nincs az egész felfedezve. Úgyhogy majd itt jó lesz megtalálni bármit is. Na nézzük. Gyakorlatilag itt kell elkezdeni, és akkor így itt így körbe lehet menni. Azon az összes izé. A gorillák izék neutrál. Jó lesz. Itt van egy darab gorilla. Mivel ez pár duc, hát azért gondolom nem a izé környékén van. De hopp, mint hogyha ott az Hunter. Nem Demon Hunter, jó. Okés. Szóval gyakorlatilag a spawn pontjai azok itt vannak így végig. Itt a kicsit magasabb területeken itt. És egy olyan macskát kell keresni, mint amilyen Zuldragban volt az oltár előtt. Egy spam point, de mivel itt elég sok, mint sok hulla van, ezért sajnos ha itt spennelt volna, akkor nagy veszesége a halott is lenne. Aha, ezek a izék. Ugye azért nézem a neutrálokat, mert a Spirit Beast-ek is azok. Következőt. Itt a következő pont. Én nagyon magasra szeretnék repülni, mert akkor még egy kicsi a táv, amit belátok. De ahhoz jó fölfelé kell menni.
Forager. Ja, nem, ezek meg a longneckek. Aha. De jó helyen járunk, mert legalább izét látok, valami macskaszerűséget látok. Szépen. Ez a másik. Másik spam pontja itt a, hogy hívják, ok körül, csontok körül. Igen, az a izé, zebra. Hát ez hosszú lesz. Oda mutat még. Spam pointot. What of the life order, aha. Itt is jó a zene. Nem akartak hordnom. Ez valószínűleg Path of the Lightsaber-nél volt. Szépek, szépek, csak nem őket keresem. Kroki az, nem az? Pillanatra megijedtem, hogy fehér és halott. Sea Bridge Flow az, nem? Bocsánat a kövögésért. Azt mondja, még két helyen lehet. Az egyik ott van. Nem valószínű, hogy meg lesz bármelyik is. Ugye láttuk az elején, hogy a medvét szkempelik. Ez annyira nem. Mutatta föntre. Na, ez itt is egy hunter. Legalább tudom, hogy jó helyen járunk. Gondolom a hunter is azért van itt. Itt meg van egy ilyen kis izé losztos, hogy hívják. És számsor, ez a Lost-ban volt. Hát itt a folyó mentén írja a spam pointot. Igen, és nem véletlen van itt az Orc Hunter is. Valószínűleg ő is őt keresi. Rínók vannak.
következő spam pointot meg ideírtam. Mondjuk meglepődök, hogy ilyen helyen van, mondjuk potodrékek között. Ezek a mamutok. Egész pontosan, hol is van. Még odébb van. Itt. Ott van a spam point. Hát ez a nem nyert kategória. Az is mamut. Az is mamut. Ez tényleg valószínűleg éjszaka kéne csinálni. Na szóval akkor... Stormwind. Ez volt a fél része a dolognak. És akkor csináljuk meg azt a inváziós küldetést. Kiben van valami portál. Kennelkrab. Nem, azt írja, hogy a keyben van a portál, tehát valószínűleg itt lesz benne valahol. Ja. Pontosan. Jó, hát azt mondták, hogy nem egyszerű dolog megfogni a Spirit Beast-eket. Ha egyszerű lenne, akkor minden Hunter azzal rohangálna. Na, töltsed már azt a Dalarant, légy szíves. Úgy. Ugye ez már az új Dalaran. Ugye ez összes NPC sárga. Oké, de hol van? Jó, aztán itt elkin. Aha. Jól van. There is much to be done. Where you lead, we will follow.
Gondolom ezen Jane ki fog akadni egy kicsit. Vissza akarja hívni a hordát. Knowledge is power, but using it wisely is the key. Patkányoknak hívja a hordát. Jane a bal fenéken áll. We have a war to win. Gul'dan and the Legion must be stopped. Answers are here. I can feel it. Oh, the word. Trouble's here. The truth is out there. Na, Udvárba úgyis én voltam. De most miért rám várna? Na, hagyd szóljon. Thank you.
mondjuk elég gyorsan meg, hogy könnyen. Concentrated fell blood. Most ez él. She, de ki az a she? Jaj, az a rett egy titán? Aha. Jó, akkor légy szíves, menjünk be. Hogy? Ez kurva jól nézett ki. Jó, baszki. Ez nem a térészennyesoknak való. Perfection, that which grants you free will, that allows you to persevere against all cosmically calculated odds. You prevail where the Titans' own perfect creations have failed. Köszönöm szépen. Pillars of creation. Tyrus Farglaid. Én itt kész vagyok. Következő rész, Karazan. Megint mennyit tölt ez a szar? There is much to be done. You are our last best. Menjünk. Na, Karazanon is. Mennyit jártunk ide rédelni? Istenem. Knowledge is power, but using it wisely is the key. Jól menjünk. And well met. In the secrets of Karazhan's past. Mi történt a többiben? Tényleg egy kicsit össze van egy kis messz, úgy mondhatjuk.
biztos, hogy történni fog valami. Szóval démonok lesznek. Igen. Na, most mi történt? Ne csinálj! Ja, hogy ez nagy részt ilyen menekülés lesz, értem én. Szokásos, meg is sikerült leverni a mikrofont, elnézést. Itt is volt valami hasonló boss fight. Három gárdiánt kell leverni, de akkor hozzad már. Hogy? Kurátor nevű bossra nem tudom ki emlékszik Karazamba.
Most az egy keresgélén megnézze előre. Úgy. Megvan. Oké, megvan. Mit csináljunk még? Hát akkor visszadavarom. Ja, hogy ennyi? Greetings. Farewell. Hát azt fel is rakjuk akkor. Király. A 664 ízítem lele, nem is rossz. Na jó, viszont akkor szerintem vissza izé. Ja. És akkor az van, hogy szerintem vissza a Varisongba, igen. És akkor ennek most így vége is lett. Közel 1 óra 40 perces volt. Ahhoz képest, hogy tetszett. Test streamnek indult, elég hosszú lett. Úgyhogy, na, töltsem el be. Úgy. Szóval, köszöntöm szépen minden nézőnek a figyelmet, illetve annak is, aki végignézte vagy visszanézte a streamet YouTube-on. Majd még az lesz érdekes, hogy ez a hogy fog kinézni YouTube-on az, amit Twitch-re felstreameltem. Szóval még egyszer köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet. Sziasztok!